Közgyűlés. Bizottsági ülések előzik meg a nyári szünet utáni első rendes közgyűlést. A gazdasági bizottság 35 napi rendi pontot tárgyalt. Magyar Dal napja. Két színpadon 12 együttes lépett fel a hazai zene ünnepén Szombathelyen. Jubilált a Big Band Fesztivál. Döntetlen, 1-1-et játszott a Haladás a Puskás Akadémiával, a szombathelyiek a második helyen állnak a bajnokságban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Szerdán tartják a nyári szünetet követő első rendes közgyűlést, ezt megelőzően bizottsági ülésekre kerül sor. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság 35 napi rendi pontot tárgyalt. Elsőként a szombathelyi fedett uszoda felújításával, valamint bővítésével foglalkoztak hétfői ülésükön a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság tagjai. A 70-es években épült uszoda átfogó korszerűsítése már halaszthatatlan volt. Ennek elvégzésére, valamint a Vízilabda Akadémia létrehozására a kormány biztosítja a forrást. A fejlesztést a szombathelyi Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület valósítja meg, amelynek során megtörténik a fedett uszoda teljes rekonstrukciója, s egy új vízilabda medence is épül. Az ellenzéki képviselők aggályokat fogalmaztak meg, hogy a városi önkormányzat miképpen tudja majd kontrollálni a beruházást. Kérdés volt az is, hogy vajon elég lesz-e a pénz a tervezett fejlesztésre, vagy netán a városnak kell majd pótolni a hiányzó összeget. Illés Károly ezekre reagálva elmondta, a beruházást egy munkacsoport követi majd végig, amelyben helyet kap az önkormányzat képviselője, így folyamatos lesz az információjuk a fejlesztés helyzetéről. Ami pedig a pénzt illeti, az adott keretből kell megvalósítani a beruházást. Ezt követően a csónakázótóval kapcsolatos döntésekről foglaltak állást a bizottság tagjai. Kiderült, hogy a fejlesztés eredményeként annyira megnövekedett a tó környezetének a látogatottsága, hogy kevésnek bizonyult a padok és a hulladékgyűjtők száma, így újabbak kihelyezésére van szükség. Az értékek védelme érdekében térfigyelő kamerák kihelyezését tervezik. A bizottság ellenzéki tagjai több kifogást is megfogalmaztak a költségvetés tervezett módosítása kapcsán, ám Molnár Miklós és Kocka Tibor alpolgármesterek tételesen támasztották alá a kifogásolt változtatások indokoltságát. Távozásának okairól is beszélt Hende Csaba, volt honvédelmi miniszter a polgári esték elnevezésű rendezvénysorozat legutóbbi programján. A szombathelyi politikus országgyűlési képviselőként tovább folytatja a munkát a parlamentben. Pártvezetőként úgy látta, vannak a politikában olyan helyzetek, amikor egy miniszternek fel kell állnia. Úgy fogalmazott, Japánban, ha késnek a vonatok, akkor lemond a közlekedési miniszter, hiszen igaz ugyan, hogy nem ő állítja a váltókat és nem ő vezeti a mozdonyt, de az egészért ő felel. Utalt a múlt hétfői kormányülésen történtekre is. Súlyos kritika érte a Magyar Honvédség tevékenységét a műszaki határzár építésében, és miután a katonáim nem voltak hibásak, nem lehetnek hibásak, hiszen augusztus 1-től az 5 hőség riadó közepette is hősiesen végezték a munkájukat, és fölépítették először az első védelmi vonalat, és most építik a másodikat. Egyértelmű, hogy csak én lehettem a felelős, és nekem ezt a felelősséget vállalni kellett. Második alkalommal rendezett a települési roma önkormányzatok számára konferenciát a Vas megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat. A résztvevők tájékoztatást kaptak az országos testület tevékenységéről, valamint a megváltozott finanszírozásról. A konferencia lehetőséget kínált az országos roma önkormányzat tevékenységének bemutatására, miközben a vezetők megismerhették a helyi gondokat. Itt is vannak problémák, és látjuk, hogy a foglalkoztatás, az oktatás, ez a kettő, ami nem választható el, hiszen nagyon összefügg.
Ha tudjuk az oktatást úgy képviselni, ahogy kell, ha tudjuk a gyerekeket iskolába járatni, és a szülőknek van munkahelyük, akkor azt gondolom, hogy ezeken a területeken előre fogunk tudni lépni. Az önkormányzatok működésének anyagi hátteréről is szó esett. A finanszírozást nem volt arányban azzal a feladattal, azzal a munkával, amit a nemzetiségi önkormányzatok végeztek. 2014-ben, mikor először bekerültünk ugye mi szószólók a parlamentbe, első feladatunk annak tekintettük, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak a költségvetésben próbáljuk meg megoldani a finanszírozásukat. Ennek eredményeként idén a tavalyhoz képest jelentősen bővült a forrás, amely jövőre tovább növekszik. A konferencia célja volt az önkormányzatok közti tapasztalatcsere is. Azt várom, hogy egy kicsit jobban összecsiszolódjanak az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok. Egy kicsit rálátást tudjuk mutatni azoknak a településeknek, ahol még nem teljesen zökkenőmentesen mennek a dolgok, és azok pedig be tudják mutatni, ahol már jól működnek. A rendezvény második része fórummá alakult, ahol a helyi roma önkormányzatok képviselői mondták el, milyen kérdések foglalkoztatják őket. Augsburgi fiúkórus koncertezett a Székesegyházban. Károly Antal tevékenységét bemutató kiállítás nyílt a levéltárban, újraélesztési képzésen vettek részt a segélyhívó központ munkatársai. Amerikai kollégáikra emlékeztek a tűzoltók. Rövid hírekkel folytatjuk. Az augsburgi katedrális fiúkórusa adott koncertet csütörtök este a Székesegyházban. A gyermekek zenei nevelésének a 15. századig visszanyúló hagyománya van. Képzésük a Dom saját zeneiskolájában folyik. Az éneklés mellett valamennyien hangszeres tanulmányokat is folytatnak. Magyarországi körútjuk során még Győrben és Budapesten koncerteztek, mindenütt egyházzenei darabokat hallhatott a közönség. Rajzokból, tervrajzokból és egyéb dokumentumokból álló kiállítás mutatja be Károly Antal tevékenységét a Vas megyei levéltárban. A Csempeszkopácson született építész sok szállal kötődött Szombathelyhez. Munkái a város mai arculatát is meghatározzák, neki köszönhető a március 15-e tér, a Szavária tér kialakítása és a zsinagóga környezetének megújítása. Az ő tervei alapján épült a művelődési és sportház, az STK és a zeneiskola is. Úgynevezett szociál épületei innovatív készségét mutatják, fogalmazott a megnyitón Kuslics Tibor városi főépítész. Hozzátéve Károly már az 50-es években jól látta a belváros problémáit, a nagy zárt tömböket. Ezt tükrözik megvalósult és tervekben megmaradt városrendezési elképzelései. A kiállítás szeptember 22-ig látható a levéltár földszintjén. Az egységes segélyhívó rendszer Szombathelyi központjában több mint 300 munkatárs végzi a segélykérések központi fogadását és kezelését. Puskás Tivadar polgármester legutóbbi látogatásakor merült fel annak az igénye, hogy a dolgozók vegyenek részt egy olyan képzésen, amelyen megismerkedhetnek az újraélesztés gyakorlatával. A felkészítés több csoportban történik, pénteken délután az első 24 dolgozó kezdte meg a módszerek elsajátítását. Néma tiszteletadással adóztak a New York-i terrortámadásban elhunytak emlékének a szombathelyi tűzoltók. A 14 évvel ezelőtt ezen a napon, magyar idő szerint 14 óra 46 perckor történt tragédia következtében, mintegy 3000 civil és csaknem 350 tűzoltó vesztette életét. A szolgálatban lévő szombathelyi tűzoltók védőruhában álltak ki a szertár kapujába járműveik elé, amelyeken bekapcsolták a kék jelzést. A tiszteletadás kezdetét és végét szirénázás jelezte. A zené volt a főszerep hétvégén a főtéren. Pénteken a Magyar Dal napja fellépői szórakoztatták a közönséget, szombaton pedig Big Band fesztivált szerveztek. Nem ismersz, nem mond semmit rólam. Ötödik alkalommal rendezték meg Szombathelyen a hazai zene ünnepét, a Magyar Dal napját. Két színpadon követték egymást a koncertek. Mi az újdonság, hogy van egy miénk itt a tér utcazenés színpad, hiszen ezen a nyáron nagyon sok utcazenés népesítette be a főteret, és nekik adunk lehetőséget itt a Magyar Dal napján, hogy egy kis színpadon előadhassák a gondolataikat, meg a dalaikat. Az idei rendezvényen sokféle zenei műfaj képviseltette magát. Felléptek szombathelyi kötődésű, tehetséges, fiatal zenészekből álló
kiváló zenekarok és rutinosabb, ismertebb formációk is. A fő rendező elv az volt, hogy mindenki, a közönség és a zenekarok is jól érezzék magukat a magyar dal ünnepén. Tulajdonképpen szerintem nagyon jó hangulata volt, nekem nagyon tetszett, nagyon jól éreztem magat a színpadon, és szerintem a srácok is. Szombaton Big Band zenekarok népesítették be a főtéri nagy színpadot. A jubileumi 10. fesztiválra a házigazda Isis Big Band mellett Mosonmagyaróváról, Kapuváról és Nagykanizsáról érkeztek együttesek. Továbbá egy szlovák és egy osztrák zenekar is fellépett. Szeretnénk minél több emberrel megszerettetni és megismertetni ezt a swing zenét, így nem a koncerttermi nehezebb, fajsúlyosabb darokat, sokkal inkább a populárisabb, énekelhetőbb, táncolhatóbb zenei műfajt hozzuk ide a közönség elé. Nagyon-nagyon sok énekes számmal készültünk. A közönség a 20-as évek Amerikájának swing klubjaiba tehetett időutazást, és akinek kedve volt, akár táncot is tanulhatott. Ismét a családok és a túrázók találkozójának helyszínévé vált a Dunántúl legmagasabb pontja, az Írott-kő. Sárkánykészítésre, szépségversenyre és persze reptetésre hívta az érdeklődőket az Írott-kő Naturparkért Egyesület vasárnap. Szárnyalj velünk az Írott-kő kilátónál, ezt a címet viselte az Írott-kő Naturparkért Egyesület családi programja vasárnap. A borongós idő ellenére sokan érkeztek osztrák és magyar oldalról egyaránt a két ország határán álló kilátóhoz. Velemből jöttünk, hát mert eljött a híre, hogy ilyen jó szél lesz, és sárkányt akartunk készíteni a lányokkal. Volt, aki otthonról hozta a már jól bevált sárkányát, többen azonban az itt kapott alapanyagokból készítették el remek művüket. Tudunk egy kis útmutatót, látjátok, de mondták, hogy egy picit erősebbre csináljuk, mert hogy nagyon nagy a szél és széttépi a sárkányokat. De sajnos az nem volt jó, túl nagy a szél és nem tudtuk sajnos használni, hamar széttört. Most készíteni kell egy-egy gyorsan. A szervezők nem csak ételről és italról gondoskodtak, hanem kulturális programokról is. A Dunántúl tetején zenéltek a kőszegi tornyosok, valamint a Concordia Barátság Énekegyesület tagjai is szórakoztatták a résztvevőket. Az Írott-kő kilátónál rendszeresek a naturparki programok, több éve tartják itt az Írott-kő vándorlás elnevezésű 60 kilométeres teljesítménytúrát, amelynek másnapja hagyományosan családi rendezvényé vált. Ezek teljesítménytúrázók, tehát a másnapi programra már nem tartottak igény, ezért aztán egy kisebb fajta happeninget találtunk ki, és ebben az évben egy sárkányröptetéses programot csináltunk. Azt hiszem kellő szél van ehhez a programhoz, de hát természetesen azért emellett vannak más jellegű programok. Egyrészt sárkányokat lehet itt saját magunk készíteni, vagy valaki hozott magával sárkány szépségversenyt csináltunk. A naturparki programok sora a következő hétvégén autómentes nappal folytatódik. Újabb pontot szerzett idegenben a szombathelyi Svitelszki Haladás NB1-es labdarúgó csapata. A Vasi Zöldfehérek ezúttal a Puskás Akadémia otthonában játszottak 1-1-es döntetlent. A bajnokság 8. fordulójában lejátszott mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, akik a 4. percben már akár 2-0-ra is vezethettek volna, de Tischler nem tudta értékesíteni a helyzeteit. A 28. percben viszont német Mário már jól célzott és előnyhöz jutatta a Haladás csapatát. A második félidő elején emberhátrányba kerültek a szombathelyiek, ugyanis Iszlait ütésért kiállította a játékvezető. Az emberelőnyt a felcsútiak a 62. percben váltották gólra, amikor is Pekár talált be az amúgy rendkívül jól védő király kapujába. A Puskás Akadémiának a 78. percben meccslabdája volt, de Sallai lövését a vasiak hálóőre védeni tudta, így pedig maradt az 1-1-es döntetlen. Csapat óriásit küzdött, különösen ugye a kiállítás után és a bekapott gól után, hát nehéz helyzetben voltunk, de óriási szívvel és fantasztikus lelkesedéssel játszott a csapat. Az első fél időben megmutattuk, hogy azért futballozni is tudunk, és nagyszerű akciókat vezettünk, és gyönyörű gólt szereztünk. Aztán a második fél időben sajnos nem úgy alakult számunkra a mérkőzés, ahogy szerettük volna. A szombathelyi csapat az újabb megszerzett pontnak köszönhetően továbbra is a tabella második helyén áll. Mészői Géza vezetőedző legénysége szombaton 18 órakor a Honvéd gárdáját fogadja bajnoki mérkőzésen a Rokonczi úti stadionban.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.